A hagyományokhoz híven a dobók versenyével zárul Nyíregyházán az atlétikai szabadtéri szezon. A viadal egyre népszerűbb a szakák képviselőinek körében, így szombaton az NVSC Tiszavasvári úti pályáján ott lesznek a magyar mezőny legjobbjai. A hazai versenyzők mellett román, ukrán és horvát atlétákat is láthatnak majd az érdeklődők. Népszerűsíthetjük az atlétikát Nyíregyházán, és nem csak nyíregyházi versenyzőkkel, hanem az ország más részeiről is ideutazó versenyzőkkel, valamint külföldi versenyzőkkel egyaránt, és hát a legfiatalabbakat, akik kikerülnek a dobópályára, megismertessük azokkal a nagy versenyzőkkel, akik idézőjelbe tett nagy versenyzőkkel, akik ide utaznak. És hát remélhetőleg, hogy azok az eredmények, amit produkálnak majd, illetve azok az élversenyzők, akik ide eljönnek, azok példaképek lesznek a fiataloknak, és hát ezzel hozzásegítik a nyíregyházi dobóatlétikát, hogy egyre népszerűbb legyen, és egyre több gyerek legyen a pályán. A legrangosabb mezőnye a férfi diszkoszvetésnek lesz, dobókörbe lép ugyanis az olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoltán, valamint a hazai pályán versenyző U23-as ebébronzérmes Szikszai Róbert is. Mi a férfi diszkoszvetésben vagyunk a legeredményesebbek, ezért szerettem volna ezt a legszínvonalasabbá tenni. Úgy tűnik az előzetes bejelentkezések alapján, hogy ez sikerülni is fog, hiszen a legnagyobb név az ezüstérmes, olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoltán, aki 69 méteres egyéni csúccsal rendelkezik, illetve Varga Roland, aki 67 méter 36 centis egyéni csúccsal rendelkezik. Úgy gondolom, hogy köztük elég komoly párviadal alakul ki, de szeretném, hogyha mi versenyzőnk, Szikszai Róbert is beleszólna ebbe a küzdelembe, aki 63-20-szal rendelkezik ugyan, de feltörekvő versenyző és nagyon jó állapotban van. A verseny szombaton 10 óra 30-kor a férfi gerelyhajítással kezdődik, a legnagyobb érdeklődés elvárt férfi diszkoszvetést és női súlylökést pedig zárószámként 15 órától láthatják a nézők.